A vietnámi szikaszarvas tehenek már egy ideje a Nyíregyházi Állatparkban éltek, és most egy fiatal bika érkezett hozzájuk. Ezek a különleges és ritka patások az országban csak Sóstófürdőn láthatóak. Aki vietnámi szikaszarvas szeretne látni, az sajnos már a természetben ezt nem teheti meg, viszont a Nyíregyházi Állatparkban igen. Sajnos ez a különleges alfaj már a természetben kipusztult, az 1960-as években láttak utoljára a szabad természetben ilyen patás állatot. Nagyon fontos a fajmegőrzési szerepe az állatkerteknek, éppen ezért a Nyíregyházi Állatpark is csatlakozott ennek a fajnak a koordinálásához és szaporításához. Lengyel és cseh állatkertekből érkezett egy bika és három tehén az elmúlt időszakban, és most már nagyon sikeresen összeszoktak, így remélhetőleg az állatpark is hozzájárul az alfaj fennmaradásához. A vietnámi szikaszarvasok a sűrű ajnövényzetű erdőségeket kedvelik, melyek közelében nyílt területek is találhatóak. Hajnalban és alkonyatkor a legaktívabbak. A szőrzetük színe nyáron sárgásbarna, a test két oldalán sárgás-fehér foltokkal, mely igen jó álcázást biztosít az állatoknak, amikor a ritkás erdőben legelnek. Télen, amikor ritkább a növényzet, a bunda színe szürkésbarnává válik, s a foltok színe is megfakul. Jelenleg a világon 360 egyedet tartanak zárt körülmények között, és ebben az évben már Magyarországon a Nyíregyházi Állatparkban is megtekinthetőek.